akkor aközben ez a dödölle elkezdett ismerté válni távoli vidékeken. Például úgy, hogy a polgármester úr mondta most éppen a budavári borfesztiválon, de előtte az országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállításon ott volt Nagy Kanizsa és mutatta a dödöllét, vagy éppen a turizmus kiállításon több alkalommal Nagy Kanizsa városa is és térsége is bemutatkozott, és ezt az ételt, mint egy tájjellegű ételt folyamatosan mutattuk be. Ez azt jelenti, és ez a küldetés teljesítése, hogy amikor valakik Budapestről például mennek az Adria irányában, egyre többen állnak meg, és kóstolják meg a zalai, a nagykanizsai dödöllét, mert azt mondták, hogy ha már ennyire híres, nem csak a palacsintás királyból lehet ismerni az Éliás, Tóbiás, egytál dödölle kezdetű nótán keresztül, hanem meg is lehet kóstolni ezt a dödöllét, akkor nézzük meg, hogy tényleg annyira jó-e a nagykanizsai dödölle.